Gyere, ugorj egy nagyot ide! Gyere, odébb, hogy ő is látni. Gyere, Gábor! Jobs! Ezen a rövid, annál fontosabb kis alkalommal alapvetően a biztos kezdet gyermekházak finanszírozási kérdéseiről, illetve idei programjáról szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni. Én magam itt a bejelentés elején arról szeretnék beszámolni, hogy a kormányváltás után rendkívül szigorúan ellenőrzött, jóváhagyott, korábban egyébként Európai Uniós forrásból, illetve a svájci alapból működő kezdeményezés tavaly már részben, idén pedig már gyakorlatilag egészében kormányzati támogatással működik majd tovább. Tavaly évben 189 millió forintot, idén pedig 294 millió forintot szán a kormány ennek a kezdeményezésnek a folytatására. A kezdeményezés lényege, hogy azokat a leghátrányosabb régiókban, városrészekben, településeken élő halmozottan hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő embereket, többségünkben romákat hozzásegítsük azokhoz az alapvető feltételekhez, amelyeken keresztül a gyermeknevelésben, az óvodai, illetve az iskolai kapcsolódáshoz megteremtik azokat a feltételeket, amelyekben ez az alapképzés, illetve a sikeres iskolai szereplés feltételei megteremtődnek. Minden évben belebotlunk egy olyan technikai akadályba, amelyet igyekszünk áthidalni. A mai bejelentésnek is ez ad apropót, mivel március 22-én zárul le a pályázat, amelyen az önkormányzatok pályázhatnak ezekre a forrásokra. Áthidalandó az addigi finanszírozási kérdéseket, arról született döntés, és ez a rendelet megjelent a múlt héten, hogy településenként 2 millió forinttal tudjuk támogatni egyfajta megelőlegezett finanszírozásként a már futó programokat, és a reményeink szerint a tavalyi 41 után idén 47, vagy talán az 50-hez közelítő számban tudunk majd ilyen otthonokkal, ilyen helyszínekkel találkozni az országban. A kezdeményezés tartalmi elemeiről, szakmai munkájáról megkérném Langerné Viktor Katalin helyettes államtitkárasszonyt, hogy egy rövid tájékoztatást adjon. Köszönöm, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök. És el szeretném mondani, hogy valóban 41 gyermekházat támogattunk a tavalyi évben, és 47-et támogatunk 2013-ban. Hogy miért is fontos? Azt hiszem, hogy a neve is elárulja, biztos kezdet. A stratégia, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia is célként tűzte ki a gyermekszegénység csökkentését, illetve konkrétan a biztos kezdett gyermekházak számának növelését és támogatását. Ezzel a támogatással ez a célkitűzés megvalósul. Amit még el szeretnék mondani, hogy nagyon különleges támogatásnak lehetnek tanúi, hiszen ez az egyetlen olyan fejlesztés, ami EU-s forrásból indított fejlesztés, és mivel a kormány fölismerte ennek az áldásos hatását, ezért hazai forrásból támogatja tovább. Jelenleg ez unikum, ilyen csak a Felzárkózás és az Emberi Erőforrás Minisztériumnál található. Ami pedig még nagyon fontos, és el szeretném mondani, hogy 41 gyermekház beadta a szakmai elszámolását és a szakmai beszámolóját, hiszen nagyon komoly szakmai követelményeknek kell megfelelni annak, aki ezt a támogatást igénybe veszi. Nem egyszerűen csak egy normatív támogatást kell igényelni, hanem minden évben le kell tudni fektetni azokat a szakmai alapokat, ami alapján ezt a támogatást tényleg igénybe lehet venni, illetve ezzel el is kell számolni. A szakmai beszámolójukat január közepéig be kellett nyújtani, minden gyerekház benyújtotta, ezeket fölülvizsgáltuk, és nemhogy hiányokat, hanem inkább pluszt találtunk benne. Tehát 602 gyermek bevonását vállalták a gyermekházak, és 682 gyermeket vontak be. Ezt úgy kell érteni, hogy nem ennyi gyermeket zsúfoltak be ezekbe a házakba természetesen, hanem egy elvárás volt feléjük, hogy olyan helyszíneken, ahol aprófalvas települések vannak, aprófalvas kistérségek, tanyásbokrok, ezeken a helyszíneken ne csak a gyerekház helyszínén lévő gyermekeket és szülőket vonják be, hanem havonta egyszer közösségi rendezvényt tartsanak, illetve keressék fel ezeket a tanyákat és ezeket az aprófalvakat, és az ottani gyerekeknek is játszónapot, illetve foglalkozásokat tartsanak, és így bizony 682 gyermeket értek el. Azt gondolom, hogy ez óriási eredmény. A gyermekszegénység csökkentésére az egyik legfontosabb eszköz, hogy korai segítséget nyújtunk,
és a szülővel együtt. Ki kell emelnem, hogy ez nem bölcsöde, ez nem óvoda, nem szabad összekeverni vele, ez egy teljesen más szakmai eszköz, ez egy újfajta segítségnyújtás, ahol a kicsi gyermeket születéstől fogva a szülővel együtt segítik a szakemberek, és támogatják. Köszönöm szépen!